Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösd vasárnapja van, az egyház születésének a napja. Ezen a napon Jézus elküldte a Szent Lelket az apostoloknak, akik az addigi bezárkózottságból kimernek menni az emberek elé, és hirdetni Jézus halálát és feltámadását. A Szentlélek nélkül ma nem létezne az egyház. 2000 éve a Szentlélek vezeti, az ő sugallatait követi az egyház vezetése, és minden keresztény arra kapott meghívást, hogy a Szentlélek vezetése alatt vigye az örömhírt mindenkinek. A mai szentmisét a kaposfüredi Szent Őrangyalok templomból mutatjuk be. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Isten hozott mindnyájatokat pünkös vasárnapján, az egyház születésnapján. Ezt a szentmisét elhunyt Lászlóért ajánlom fel. Azért van ma az egyház születésnapja, mert Jézus megígért ajándékát, a Szent Lelket befogadták az apostolok. Olyan bátorságot kaptak, hogy kiálltak, és 3000 ember Péter szavára megtért, és aznap megkeresztelkedett. A mai szentmisében Botondot fogjuk megkeresztelni, ősze lesz első áldozó, és kicsit visszaemlékezünk arra az első pünkösdre és a 3000 ember helyett, hogy Botondot fogjuk most megkeresztelni, elkezdi az örök életét, és Isten kegyelmét kérjük rá. Botond, mit kérsz Isten egyházától? És mit vársz a hittől? Örök életet. Az örök élet az, hogy megismerd az igaz Istent, és küldöttjét Jézus Krisztust. Isten ugyanis, miután őt a halálból feltámasztotta, az élet fejedelmévé, minden látható és láthatatlan teremtmény urává tette. Ezt az örök életet és a keresztséget nem kérnéd a mai napon, ha Krisztus Urunkat már nem ismerted volna, és tanítványa nem akartál volna lenni. Már ismerted az ő szavát, elhatároztad, hogy megtartod parancsait, sőt, bekapcsolódtál a keresztény testvéri közösségbe és annak imádságába. Mindezt ugye azért tetted, mert keresztény akarsz lenni. Te pedig, kedves keresztszülő, mint a jelölt keresztszülője, Isten színe előtt méltónak tartod-e őt, hogy részesedjék abban a szentségben, amellyel a keresztény életbe bevezetjük? Kész vagy-e őt, akiért most kezességet vállaltál, szavaddal és példáddal továbbra is támogatni Krisztus szolgálatában? Könyörögjünk! Jóságos Atyánk, köszönetet mondunk neked Botond testvérünkért. Sokféle módon szólítottad őt, ezért keresett téged, és hívásodra ma válaszolt egyházad nyilvánossága előtt. Engedd meg tehát, hogy most örvendezzék üdvözítő szándékod beteljesedésén, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Botond, legyen helyed velünk együtt Isten igéjének terített asztalánál. És most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat, és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveit szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói, Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áraszd rám, Istenünk, újítsd meg a föld színét.
Szent ajándékodat, mert
bőséges kimúlást, örök vigasságot adj, mert hiszen ez Kristus. Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk néked, Krisztus! Az első mai kérdésem nagyon egyszerű lesz. Hány Isten van? Igen? Egy Isten van, és benne hány személy? Igen? Három. Melyik az a három személy? Igen? Atya, Fiú és a Szent Lélek. Hát az Atyáról tudjuk, hogy ő a mi mennyei Atyánk, ugye? Jézusról nagyon sokat tudunk, a hittanon is sokat hallottunk róla, hiszen ő emberré lett Isten. A Szent Lélekről mit tudunk? Mit tudunk a Szent Lélekről? Hogy szoktuk ábrázolni a Szent Lelket? Igen? Ha imádkozunk, igen, akkor hívjuk őt. Igen? Lángnyelvekként szoktuk. Miért szoktuk lángnyelvekként ábrázolni őt? Ha figyeltetek ma az olvasmánykor. Ugye? Na miért? Igen? Így van, tehát a Szentlélek lángnyelvekként leszállt az apostolokra, mindenkire egy-egy lángnyelv. Ez olyan, mint valaki olyan tüzes lelkületű, ugye, amikor, vagy fényt kap, ugye a tűz az fényt is ad, meleget is ad, az egy alapvetően jó dolog. Aztán másképp hogy szoktuk ábrázolni még a Szent Lelket? Amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor leszállt rá, hogyan? Galamképében, így van, galamként szoktuk ábrázolni, de mondjuk, hogy ő az élő víz, szoktuk szélnek is hívni, hiszen a mai olvasmányban arról volt szó, hogy a teremben, ahol együtt voltak az apostolok, ott egy ilyen trópusi viharszerűség volt, ilyen valami ilyesmi lehetett, de a házon belül volt, nem kívül. Ugye tegnap előtt mekkora vihar volt, ugye jött hatalmas széllel, mindenki kiment fényképezni, a fekete felhők voltak, majd elvitte a házat. Hát ugyanez volt csak belül. Valami változás történt az apostolok életében, hiszen bezárták az ajtót, mert annyira féltek,
És akkor mi volt az, ami szerintetek megváltoztatta őket, és kimertek állni az emberek elé? Ugye Péter apostol szól, és 3000-en megtérnek. Mi volt az, ami változott az életükben? Mit gondoltok? Na, mitől lesz valakiből, egy gyáva emberből bátor ember? Ez egy nehéz kérdés, tudom. Igen? A Szentlélek megsegítette őket. Így van, és nagyon sok keresztény megtapasztalta már, milyen az, amikor a Szentlélekkel élünk. Ugye a Szentmise végén fogom hirdetni az Élet a Lélekben szemináriumot, én most kivételesen férfiaknak tartják majd, de ez egy olyan lelki gyakorlat, amin én 22 évesen vettem részt, és megváltoztatta az életemet. Egy 10 hetes lelki gyakorlat arra készít fel, hogy végezünk egy életgyónást, az összes addigi bűnömet letehettem, és közben felkészültem arra, hogy befogadjam úgy a Szent Lelket, ahogy az apostolok annak idején. Olyan bátorságot, olyan örömet kapjak a szívembe, és attól kezdve egy kaland az életem. Attól kezdve megszólalt a Szentírás, élő igévé vált, Isten vezetését tapasztalom, hát ezért lettem pap. Ha ez a tapasztalat nem lett volna az életemben, biztos nem lennék pap. De mivel találkoztam a feltámadt Krisztussal, és mivel a Szentlélek betöltötte a szívemet, ezért vitt arra az jó Isten, hogy az ő hírnöke legyek, de ez nem nekem van fenntartva. Neked is, neked is, neked is, neked is, és mindenkinek, aki most a tévé előtt is ül. Hiszen minden megkeresztelt ember arra kapott küldetést, hogy Krisztust vigyük a világba, és Jézus tudta nagyon jó, hogy a saját erőnk kevés ehhez. Ezért van szükségünk a Szentlélekre, őt vigasztalónak is hívjuk, hiszen néha az élet nehézségei közepette elcsüggedhetünk, de ott van a vigasztaló, aki azt mondja nekünk, hogy ne csüggedj, örök életed van, veled vagyok. Szinte csak suttog a fülünkbe, mert annyira közel van, hogy nem kell kiabálnia. Annyit mond, hogy te Isten gyermeke vagy, és erről győz meg minket a Szentlélek. És ma, amikor az egyház születésnapját ünnepeljük, akkor azt a csodát ünnepeljük, hogy 12 egyszerű, a halászemberből, meg a többiekből pillanatok alatt elterjedt a keresztény hit, és ma 1,8 milliárd keresztény él a világban. Az emberiségnek jó része keresztény, de még mindig van kihez elvinni az örömhírt, ami az mi szívünknek örömhír. Azaz van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet. És a Szent Lelket hívhatjuk naponta. Én akkor szoktam kérni leginkább a segítségét, amikor az oltárhoz megyek és az evangéliumot felolvasom, hogy Szentlélek Isten, te szólj belőlem. És igyekszem hallgatni az ő szavára. Mi az, amikor szoktuk hívni a Szent Lelket a Szent Misén belül? Ez tudom, hogy még nehezebb kérdés. Mikor hívjuk a Szent Lelket igazán? Igen? Akkor imádkozunk, igazad van, Zsuzsi? És mikor máskor a misén belül? Igen? Akkor segítségű hívjuk. De a misében mikor hívjuk a Szent Lelket? Ezt úgy hívják görög szóval, hogy epiklézis, ami az epikaleo görög szóban azt jelenti ráhívás. Mikor hívjuk a Szent Lelket? Leginkább. Na, ministrások, igen? Így van, az ostya átváltoztatása előtt. Hívjuk a Szent Lelket, hiszen a Szent Lélek az, aki a pap szavai által a kenyérből Krisztus testévé változtatja át, a borból pedig Krisztus vére lesz. Ez a Szent Lélek nélkül nem működik. Nagyon szükségünk van a Szent Lélekre, mégis nehézségeink vannak vele, mert nem kézzel fogható. Nem véletlen az, hogy annyi szimbóluma van. Ő is személy, aki megszólítható, hiszen a harmadik isteni személy, ő nem egy energia, nem egy, nem is tudom, világlélek, hanem személy, akit kérhetünk, hogy Szentlélek Isten, most segíts. És Jézus azt mondta nekünk, hogy ő fog eszünkbe juttatni mindent, amit tanított nekünk. Hát biztos vannak sokan így, hogy én is elfelejtek dolgokat, de azt, amit Jézus tanított, a kellő pillanatban eszembe juttatja. Főleg, hogyha kérem, hogy most segíts Szentlélek. Hadd meséljek el egy rövid történetet, egy még szemináriumban történt, ahol éppen felújítás volt, és volt egy kis festőbrigád, az ablakokat festették, és volt köztük egy srác, hát ilyen kicsit tetovált, kicsit kopasz, olyan mai fiatal volt, és beszélgettünk vele, és hát ő elmesélt, hogy bizony nekik a hétvégi szórakozás az, hogy megkeresik az utcalányokat, és hát velük töltik az időt, és hát szoktak lopni is, meg ezt azt amaz, hogy eléggé érdekes életet élt, és kérdeztem, hogy szólt-e már hozzád a Jóisten? És hogy csodálkozott, hozzám még nem. Mondom, figyeld, hogy a Jóisten fog hozzád szólni, mert a Szentlélek a lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk. És amikor legközelebb bemész egy boltba azzal a szándékkal, hogy lopjál valamit, és hallod belőle azt a pici hangot, hogy ne lopd el, az Isten szava. Eltelt a hétvége, hétfőn újra találkoztunk, és nagy örömmel jött, hogy képzeld, szólt hozzám a Jóisten. Mondom, hogy történt? Hát ahogy mondtad, hogy bementünk, mert lopni akartunk, és én hallottam belőle, hogy ne lopd el, és nem loptam.
Mondom, örülhetsz, Isten szólt hozzád, és mindannyian megtapasztaljuk. Amikor a jóra int bennünket, az mindig az Isten szava. Ha valami rosszra visz, az a másik oldalnak a szava. Tudjuk megkülönböztetni, hogy jóra vezessen bennünket. És biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek mindannyiunkat vezet. Csak kérni kell, hogy Szentlélek Isten ma vezess, és engedd, hogy tanúságot tehessek rólad. Szoktam mondani, hogy egy olyan imádság van, ami mindig meghallgatásra talál. Hogyha valahova készülsz, valakivel találkozol, egy összejövetel van, akkor annyit kell kérni, hogy Istenem, add, hogy ez evangelizáció legyen. Hadd vigyelek el a többieknek, hadd osszam meg az örömhírt másokkal. És ez az ima mindig meghallgatásra talál. Mindig van lehetőség másokkal megosztani az örömhírt. Ha röviden is, akkor is. Mert egyszerűen minden ember erre szomjazik, Isten szeretetére. És ha mi megtaláltuk, akkor meg kell osztanunk másokkal, mint a sivatagban, ha oázisra találunk, el kell mondani mindenkinek, mert szomjan halnak. Hát kívánom, hogy a Szentlélek töltse be úgy a szívünket, hogy valóban tanúságot tehessünk Isten szeretetéről mindenki iránt, amit most megnyilvánít majd Botondon is, hiszen meghívta az örök életre. Ő most ma elkezdi az örök életét a keresztséggel, minden eddigi bűnét eltörli a keresztség, és ezért új lappal kezdhet. De a bűnbánatban, a Szentlélek vezetése által mindig megtisztulhatunk, újból és újból, mindig újra kezdhetünk. Úgyhogy most kérem, hogy álljunk fel és együtt imádkozzunk Botondért. Könyörögjünk mindnyájan szeretett testvérünkért, Botondért, aki részesedni akar Krisztus Urunk szentségeiben. És esedezzünk, mi bűnösök, önmagunkért is, hogy hívő és bűnbánó lélekkel csatlakozva Krisztushoz, szüntelenül az új élet útján járjunk. Hogy mindannyiunkban megújítsa és felszítsa az igaz bűnbánat lelkületét, kérjük Urunkat! Kérjük. Hogy mi, akik a keresztség által meghaltunk a bűnnek, és részesültünk Krisztus megváltásában, életünkkel tanúskodjunk a nekünk juttatott kegyelemről, kérjük Urunkat! Kérjük, hallgass meg minket! Hogy a jelenlevő testvérünk Isten jóságában vízva, türedelmes szívvel készüljön az üdvözítő Krisztussal való találkozásra, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy követve Krisztust, aki elveszi a világ bűnét, kigyógyuljon ebből a bűnből, és megszabaduljon folytogató hatalmából. Kérjük Urunkat! Hogy a Szentlélek megszízítsa és elvezesse őt az élet szentségre. Kérjük Urunkat! Mindenható Urunk és Istenünk, Te elküldötted egyszülött fiadat, hogy a bűn rabságában sínlődő embert Isten gyermekeinek szabadságával ajándékozd meg. Alázatosan könyörgünk hozzád ezért a testvérünkért. Ő már megtapasztalta a világ csábításait, megszenvedte az álnok sátán kísértéseit, és most bűnösnek vallotta magát színed előtt. Fiat szenvedésének és föltámadásának erejével mensd ki őt a sötétség hatalmából, vértezd fel Krisztus kegyelmével, és szüntelenül oltalmazd életének útján, Krisztus a mi Urunk által. Amen. És Botondot és keresztanyját kérem, hogy jöjjenek ide középre, többiek foglaljatok helyet. Botond, védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje. Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szeretett testvéreim, kérjük a mindenható Atyaisten iránt irgalmát itt megjelent Botond testvérünkért, aki most részesülni kíván a keresztség szentségében. Isten hívta őt ide, Isten engedte megérnie ezt a napot. Isten árassza előtt fényességével és erejével, hogy bátran ragaszkodjék Krisztushoz, és mindig megvallja hitünket, az egyház hitét. Isten adja meg neki az újjáteremtő szent lelket, akit most imádságunkkal lehívunk erre a vízre. Add, Urunk, hogy fiad által szálljon le erre a vízre a Szentlélek ereje,
hogy mindazok, akik Krisztus halálában temetkeznek a keresztség vizében, életre is keljenek ővele, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most álljunk fel, és Botonddal együtt kérdezlek benneteket. Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és csábításának? Hiszek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és most ebben a hitben fogjuk megkeresztelni Botondot. Úgyhogy Botond, légy szíves, gyere ide fel az oltárhoz. Botond, én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Íme egy új keresztény. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked, Botond, megadva minden bűnöd bocsánatát. Most pedig felkent téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerd az örök életet. Botond, most új teremtmény lettél, és Krisztust öltötted magadra. Fogadd tehát a fehér ruhát, és vidd tisztán Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke elé, hogy részed legyen az örök életben. Jöjj közelebb, keresztülő, és te add át az új kereszténynek a Krisztus jelentő világosságot. Botond, most világosság gyújt benned Krisztus által. Úgy élj ezután mindig, mint a világosság fia. Légy álhatatos a hitben, hogy amikor az Úr eljön, elébe járulhass az összes szenttel együtt a mennyei hazába. Foglaljatok helyet, a gyerekeket pedig hívom az új rajzokért. Az előző héten Dóci Andris, Puska Ádám és Puska Áber rajzai kerültek ki, ezek voltak a legszebbek. Yeah.
áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház után. Kérünk Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szent Lélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minden igazságra, amint Szent Fiad megígérte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkünk. Emeljük föl szívünket. Szeretetek a pasztorjához. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szent Lélek pünköstkor az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, és a nagy világ örvendezve hújjunk, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt László testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért merünk nagy bizalommal így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És ha te lelkedtel. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megtudva az Thank you.
Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, ami Urunk által. Hirdetéseink. Holnap délelőtt 10:30-kor lesz Szent Mise, pünköst hétfő révén, szentségimádás nem lesz holnap. Kedden reggel és szerda estére még nincsen mise szándék, ha valaki szeretne, a mise után irathat. Csütörtökön 14:30-kor lesz elhunyt Kustos Istvánné, Bözsi néninek a temetési miséje, utána a temetése. Este élő családtagokért, pénteken kivételesen reggel 7:00-kor lesz Szent Mise, erre sincsen még szándék. Jövő vasárnap délelőtt elhunyt Rózsahegyi József és Margit szülőkért, este pedig elhunyt, a kis család elhunyt tagjaiért lesz Szent Mise. Szerdán 5:00-kor a püspöki székház nagytermében lesz Faragó Laura énekművész, népdalénekes előadóestje a Kaposvári Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében. Égre néző lélek, földre néző szem, Gárdonyi Géza a tanító címmel az író születésének 150. évfordulója kapcsán emlékműsort hallgathatunk meg. Szintén szerdán este 7:00-kor a Malom és Kereszt című filmet vetítik a Szivárvány Kultúrpalotában, mely idősebb Peter Bruegel az Út a Kálváriára című 500 alakos festményének lenyűgöző elemzése, mindenkinek javaslom megnézésre. Pénteken, ahogy hirdettem, kivételesen reggel 7:00-kor lesz Szent Mise, és a férfi közösséggel Csurgóra megyünk. Délután 4:00-kor indul a busz a templomtól, aki szeretne jönni, és még nem jelentkezett a férfiak közül, szerdáig jelentkezhet a sekrestjében vagy az irodában. A részvételi díj 4000 forint, de anyagi okok miatt senki sem maradjon itthon. Még néhány hely van a buszon, úgyhogy még lehet jelentkezni. Visszaérkezés 10:00 után várható. Jövő szombaton 11-től este 6:00-ig tartjuk a családi majálisunkat a templomkertben, bográcsozással, játékkal, sporttal, kézműveskedéssel, vidámsággal, koncerttel. Mindenkit várunk szeretettel erre, és előtte 9:00-tól lesz egy kis biciklitúra a Desedára, tehát aki szeretne egyet biciklizni előtte, az 9:00-ra jön ide a templomhoz, és szeretnénk idén is, mint az elmúlt években sütisütő versenyt hirdetni, hogy az ebéd utára, délutára legyen uzsonna, úgyhogy minden sütnivágyót kérünk, hogy mutassa meg a sütnivalóját, és hozza el, hogy együtt tudjuk megbírálni, hogy biztosan jól sikerült-e, tehát mindenkit kérjük, hogy majd 1:00 felé hozzátok a sekrestjéhez a süteményeket. Jövő vasárnap 5:00-ra hívjuk a szülőfórumra az érdeklődőket a plébánián. Június 1-én, szombaton, ez az a nap, dicsőítő délután is est lesz a Budapest Sportarénában. Fiatalok számára buszt indítunk az Egyházmegye támogatásával. Jelentkezési határidő május 26-a, jelentkezni a 2500 forint részvételi díj befizetésével lehet az irodában, illetve a katolikus gimnáziumban. Indulás 1:00-kor az Obi parkolójából, illetve 1:45-kor innen a templom elől. Visszaérkezés éjfél után lesz, részletek a www.ezazanap.hu oldalon olvashatók. A Tini Klub tábor időpontja megváltozott, mert többen jelezték, hogy ez az időpont, amit hirdetünk, nem jó. Tehát augusztus 21 és 24 között szervezzük a mostani 5., 6. és 7. osztályosoknak. Tehát minden 5., 6., 7. osztályos kérem, hogy jöjjön el, aki tavaly előtt volt, nagyon élvezték, úgyhogy augusztus 21-24-ig leszünk, úgyhogy jelentkezési lapot a sekrestjében kérhettek, határidő június 15-e. Július 3 és 7 között az Emmanuel közösség tart Kaposváron ifjúsági és családos találkozót, melyre jelentkezési lapok elvihetők a templomokból, illetve a határidő május 26-a, részleteket pedig a www.emmanuel.hu oldalon olvashatok. És ahogy a prédikációban is utaltam rá, szeptembertől Élet a lélekben szeminárium indul férfiak számára a Szent Imre plébánia szervezésében. Szórólapot és jelentkezési lapot a hátsó polcon találtok, részletek pedig a szentimreplébánia.hu oldalon olvashatok. Jelentkezési határidő június 2-a. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja.
Szentlélek kiáradt az apostolokra, új nyelvet kezdtek beszélni, úgyhogy mindenki értette az ő szavaikat, a szeretet nyelvét kezdték beszélni. Ma is minden keresztény hívőnek az a küldetése, hogy Isten szeretetét vigyék a világba. Kérjük a Szent Lelket, töltse be a szívünket, ő vezessen minket, és adjon minél nagyobb szeretetet, hogy mindenkit úgy tudjunk szeretni, ahogyan Isten szeret bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!